A népegészségügyi főosztály tájékoztatása szerint a nyugat-nílusi láz szúnyogcsípéssel átvihető vírusos megbetegedés, amelyet a vírust culex moszkítók, szúnyogok terjesztenek madarakról emberre szúnyogcsípés révén. A maláriát terjesztő szúnyogokkal ellentétben ezek a szúnyogok nappal aktívak. Hát sajnos a időjárás változással kapcsolatosan ugye nálunk is kezd így a mediterrán, lassanként már a trópusi égövre jellemző időjárás kialakulni. A különböző kórokozók is vándorolnak egyre északabbra, és hát ez a nyugat-nílusi láz nevű betegség is, mint több újságban megjelent már, hogy Magyarországon is egyre több alkalommal előfordul. Ezt egy vírus okozza, amit szárnyasokról, madarakról nyernek szúnyogok, bizonyos speciális szúnyogok terjesztik, amiknek egy érdekes jellegzetessége, hogy a többi szúnyog általában ugye este felé a alkonyattájt kezdenek rajzani és vérszívni, ezek pedig nappal támadják meg az embereket, és hát ugye ahogy szívják a vért, sajnos a emésztőrendszerükbe juttatnak is be bizonyos anyagokat, és hát ennek a nyugat-nílusi láznak a vírus kórokozóját is bejuttathatják. Szerencsés esetben a nyugat-nílusi vírus által okozott fertőző betegség tünetmentesen zajlik. Sajnos nehéz diagnosztizálni ezt a betegséget. Hát mondjuk, ha egy szúnyogcsípés után alakulnak ki a tünetek, akkor talán kicsit könnyít a helyzetünkön, de akkor is igazából ilyen megfázásszerű tünetek jelentkeznek. Leggyakrabban láz, végtagfájdalom, hát esetleg hányás, hasmenés is elő szokott fordulni. A másik probléma pedig az, hogy az esetek túlnyomó többségében semmiféle tünet nem alakul ki, csak tünet nélkül lezajlik ez a betegség. Azonban, ha tüneteket okoz, nehezen különíthetők el a tünetek más vírusbetegségektől, hiszen a bevezető tünetek között található hányinger, láz, fényérzékenység, izomfájdalom, kötőhártyagyulladás, arcpirulás. Egyidejűleg testszerte nyirokcsomó duzzanat mutatkozik, bőrkiütések jelennek meg a törzsön és a végtagokon. Ez az állapot körülbelül 6 napig tart, mely egy gyors javulás vált fel. Idősekben a betegség második periódusában agyhártya, agyvelőgyulladás alakulhat ki. A halálos szövődmények is náluk gyakoribbak. Vannak jellegzetesebbnek vagy gyanúsnak mondható tünetek, hogy nyirokcsomó megnagyobbodások alakulnak ki testszerte. Ez már azért egy komolyabb odafigyelést indokol. Az első 6 napban a vérből kimutatható a vírus, a későbbiekben pedig a vírus által termelt ellenanyag mutatható ki a vérből, és így diagnosztizálható. Szerencsére legtöbbször, ha bárki elkapja, és hát ez a bárki, ez tényleg a csecsemőtől kezdve az aggastyánig mindenki, akit megszóra szúnyog és kialakul, és az, hogy milyen tünetek alakulnak ki, ez nem életkor függő, ez valamiért a szervezetnek az immun állapota befolyásolhatja, de a legtöbb esetben enyhe tünetekkel lezajlik. Hát ritkán előfordul azért agyhártya, agyvelőgyulladás, ami azért már egy komolyabb betegség, és hát ilyen esetekben akár halálos következménye is lehet. Ami védekezési lehetőség egyedül a szúnyogcsípéstől való védekezés, szúnyogriasztókkal kenjük be magunkat, ha olyan területeken járunk, ahol szúnyogcsípés veszélyeztet. Nyilván a lakásunkba is, amennyire lehet, próbáljuk kizárni ezeket a
szúnyoghálókkal, ajtókablakok zárásával. A vírus a betegség első 6 napján kimutatható a vérből. Később a vérben jelenlévő ellenanyagok kimutatásával lehet igazolni a fertőzést. Fontos tudni a nyugat-nílusi lázról, hogy jelenleg csak tüneti kezelése létezik, és nincs ellene védőoltás.